Hello, ízrajongók! Hoztam nektek egy újdonságot, a görög ihletésű hamburgert. Megmutatom, hogy mitől lesz ez igazán izgalmas. A hamburger húsnál nagyon fontos, hogy megfelelő zsírtartalom legyen, ettől lesz szaftos, nem utolsó sorban még az is fontos, hogy friss legyen a hús, és hogy jó alapanyagból legyen összedarálva. Következő, amit csinálunk, felforrósítjuk a serpenyőt, adunk hozzá olívaolajat. Miközben forrósodik a serpenyő, vajat fogunk kenni a bucira. A vaj azért jó, hogy ne száradjon ki a bucink, illetve ízletesebb is lesz. Elkezdjük lesütni a húsunkat. Mellé tesszük a bucinkat lefelé, elkezdjük megpirítani. Ez azért jó, mert a kisült zsiradék a húsból felszívódik majd a hamburger bucikba. Gyönyörűen meg is pirult a bucink, félre is tesszük. Amíg pirul a húsunk, föl is vágjunk gyorsan egy hamis görög salátát, inkább azt mondanám, hogy mediterrán stílusú. Paradicsommal kezdünk, fekete oliva. Van itt nekünk még gyönyörű szép új hagymánk, fölszeleteljük apróra. Közben nézzük a húsunkat, hogy nehogy odaégjen, de jól legyen megpirulva. Adunk hozzá feta sajtot is. Van itt még nekünk kígyóborka, szépen meghámozzuk. A húst átforgatjuk, szépen meg van pirulva. Imádom, amikor egy picit odakapja a serpenyő a húst. Nagyon jó, amikor a hamburger húsunk nincsen túl sütve. Én médiumon szeretem, ki hogy szereti. Én még adok neki egy pici hőt a másik oldalon, majd félre fogom húzni. Felszeleteljük az uborkát, hozzáadjuk a kis salátánkhoz. Adunk hozzá olívaolajat. Ízesítjük sóval, borssal. Húsunk másik oldala is szépen megpirult. Behelyezzük most a sütőbe 3 perc, 160 fok, és utána pihentetjük. Ki is vettük a sütőből a húsunkat, 3 perc, az pont arra volt jó, hogy médium legyen belülről. Most leteszem és pihentetjük. Amíg a húsunk pihen, az összevágott zöldségeket áttesszük egy keverőedénybe, adunk hozzá kevés oregánót, ettől lesz igazán mediterrán hangulatú ez a hamburger, és nincs más hátra, mint összeállítjuk a hamburgerünket, előtte még jégsalátából vágunk egy vékony saláta ágyat, a húsunkra teszünk fekete borsot, és adunk hozzá kevés tengeri sót. És ez a hamburger nem csak mediterrános, hanem az igazi görög jellegzetességét az atén kincse szósz fogja adni, amiből rá is teszünk a hamburger tetejére, a bucinak az aljára, salátaágy, mert a húsunk, és a tetejére ráhalmozzuk a salátánkat. Kevés madársaláta. Aj, de szexi! És el is készült a görög stílusú hamburgerünk.